Szervusztok, szép jó estét! Először is köszönöm Attila meghívását, másrészt pedig köszöntelek titeket itt az aerobik teremben. Az első, illetve most a második ilyen alkalom, hogy zent tanítok így aerobik teremben. Eddig egész más termekben tanítottam, például templomtermekben, színháztermekben, mozitermekben és ilyen helyeken. Most pedig a ti hagyományatokról lesz szó. Akármilyen modernnek is tűnik mindez a sok elektronikával és egyébbel, amit ti gyakoroltok itt, az hagyomány. Ezt az európai civilizációknak görögök találták ki, úgy hívták, hogy atlétika. És már jóval azelőtt, hogy Maratontól Athénig valaki elfutott 42 km pár száz métert, és utána elhalálozott, az előtt már jóval atlétizáltak. Egyszerűen azért, mert ezek a városi államok egymással is, és a perzsákkal is, és egyéb törzsekkel is folyamatosan harcban álltak. Kellett a kiképzés. Az olimpia az gyakorlatilag egy hadi játéknak a polgári változata volt, és minden olyan versenyszámot, amit az olimpián gyakoroltak, azt a hadviselésben is tudtak gyakorolni. A rómaiak ezt fórum és kolosszeum méretűre duzzasztották, és ezek után a modern kor, amikor elkezdtünk a középkorból úgy szépen kijönni, a felvilágosodás és polgárosodás az visszahozta a görög eszményt, egy görög szóval kalokagatia, tehát épp testben, épp lélek. És az épp test, épp lélek a mai napig a sportnak az alapja, nem is annyira a versenysporté, nem inkább a polgári tömegsporté, ahol azon van a hangsúly, hogy van valami testmozgás, az ember attól fölfrissül, meg jó karban tartja a fizikai testét, és akkor jobban tudja élni az életet. És ez így is van. Mára a digitális kornak, nem is a hajnalán, hanem már bőven egy-két évtizede benne vagyunk, egy olyan szerepe is van a sportnak, hogy a tudat és a test egy helyen legyen. Tehát a digitális eszközökkel semmi baj nincs, csak az emberiség még nem tanulta meg kikapcsolni őket idejében. És ezért, hogyha rá akaszkodunk a nulláknak és egyeknek így a hullámaira, nagyon könnyen a test és a lélek, tehát a tudatosság és a jelenlét eltávolodhat egymástól. És hogyha nem vagyunk jelen igazából a testben, nem tudunk figyelni, nem tudunk tanulni, sőt nem tudunk rendesen kapcsolatot teremteni, és egész biztosan nem cselekszünk helyesen. A sport pedig, legyen az eszközös vagy eszköztelen, megtanít helyesen cselekedni, nem csak a küzdősportok, akármilyen versenysport vagy teljesítménysport. Tehát odáig jutottunk, hogy nem csak épp testben, épp lélek lett a fontos, hanem alapvetően a mentálhigiénénk egyik legfontosabb támasza lett a testmozgás. Már nincs időnk annyit kimenni a természetbe, különben ezek a gépek nem termelnének profitot, és nagyon-nagyon meghatároz minket az a bonyolultság vagy komplexitás, amivel a digitális kornak az összes aspektusa az életünket ugye először feldúsítja, aztán uralja, aztán pedig kérdőjel, hogy a jövőben mi lesz. A kérdés az, hogy mikor tudunk visszaegyszerűsödni és letisztulni. És a sport az egyik ilyen lehetőség, ez viszont a testnek a mozgása, ez mindaddig tart, amíg ki nem fáradsz, vagy az edzésnek vége nincs. Amikor vége van az edzésnek, akkor az ember úgy kipiheni magát, rehidrálja magát, mert muszáj inni, és utána a tudat visszatér majdnem az eredeti kerékvágásba. Kiderül, hogy a tudatnak is kell sport, nem csak a testnek. És a tudat sportja, a jelenlét művelése, az a meditáció. A ti szemszögetökből nézve a meditáció nem más, mint a nem mozduló tudat, nem mozduló test gyakorlata azért, hogy tisztán jelen legyünk, tehát tisztán lássunk, tisztán halljunk, tisztán érezzünk, tisztán beszéljünk, tisztán gondolkodjunk, tisztán cselekedjünk. Tehát nem lenne semmi baj ezzel az információs kultusszal, hogyha ez nem tagolná nullákra és egyekre így a tudatot.
Ezt hívjuk a tudat entrópiájának. Amikor van két gondolatod, négy gondolatod, nyolc gondolatod, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048, így, így. Egyszer volt Indiában egy nagyon nagy bölcs, és ezt a bölcset a Maharádzsa megkérte, hogy racionalizálja ott a rizs és búza termelést Indiában, és ő ezt meg is tette, és megkérdezte, miben kéred a fizetésedet? Hát én rizsben szeretném kérni. Adjak pénzt, aranyat, lovat, nőt, palotát? Nem, nekem csak egy kis rizs kell. Mennyit kérsz? Hát csak amennyi úgy elférne egy saktáblán. Ó, hát az nagyon könnyű. De én ezt úgy szeretném, hogy az első kockára, az A1-re rakunk egy szemrist, a kettesre két szemet, aztán négyet, aztán nyolcat, aztán 16-ot, aztán 32-t, és így szép sorban a 64. végéig. Azt mondja a Maharádzsa, mert ugye a bölcs volt jó matekból, nem a Maharádzsa. Persze, semmi gond. Nyugodtan számoljátok ki, odahívja a számtartót, és rövid idő alatt kiderül, hogy az egész hindusztáni félszigeten nincs annyi rizs szem, ami így 264-en lenne. Úgyhogy ennyire nem látjuk át, hogy a tudatnak a szétaprózódása, a sok-sok folyamat megnyitása milyen eredménnyel jár. Annyira érdekes az emberi tudat, hogy a legmélyét nem ismerjük, a tudattalamba úgy bele szoktunk pillantani, ezt hívjuk pszichológiának nyugaton, de az, hogy saját erőfeszítésünkkel valamit megismerjünk a személyiségünk eddig láthatatlan, tudattalan részéből, azt eddig a közelmúltig nem tudtuk. A meditáció erre is jó. Amikor ugye az ember már 10 éveinek a végén jár, akkor már elég komoly kérdéseket tesz föl. Előtte is, csak azt a világ addig vagy nem veszi komolyan, vagy le tudja söpörni az asztalról. Hogy nagykorúságunk környékén nagyon komoly kérdések kezdődnek, és az elkövetkező 10 évet, úgy 28 éves korunkig ezekkel töltjük. Milyen válaszokat kapunk? Ahogy növekszünk fölfelé, úgy kiderül, hogy a külvilág egyre kevésbé tud megfelelő válaszokat adni a kérdéseinkre. Egyre kevésbé hisszük el ezeket, egyre kevésbé találjuk ezeket kielégítőnek. És ekkor vagy pótcselekvésekbe kezdünk, vagy pedig befelé fordítjuk ezt az energiát, és megpróbálunk saját erőforrásból választ kapni ezekre a kérdésekre. Hol van ez az erőforrás? Ez az erőforrás a jelenlétünkben van, a tiszta tudatunkban van, amely nagyon sok mindent képes megoldani. Én, amikor zennel kezdtem el foglalkozni közel 27 éve, akkor azt láttam, mert láttatták velem, hogy ahonnan a kérdés jön, onnan jön a válasz is. Ez akármennyire hihetetlennek hangzik. Minél tárgyasabb a kérdés, annál inkább a külvilágra hagyatkozunk, és minél inkább az ember lényére és létére, azaz jelen létére vonatkozik a kérdés, annál inkább belülről tudjuk azt megválaszolni, mindenféle külső segítség nélkül. Az igazi önvalónkra, legmélyebb igazi önmagunkra vonatkozó kérdést pedig csak is a benső tudatunkra való hagyatkozással tudjuk tapasztalni. Ez még messzebb van, a sport az tárgyas meditáció, és egy nagyon jó meditáció. De mihelyt a test egy kicsikét kiöregszik, vagy ne adj Isten megsérül, nem tudod ugyanazt a kölcsönhatást létrehozni, mert a test már nem mozoghat olyan energiával, hogy a tudatot lekösse. Ekkor a tudatnak saját erőforrásból, saját képzésből meg kell oldani azt, hogy az útján járhasson. Mi ez az út? Ez a felfedező út, ez arról szól, hogy nagyjából mi a dolgunk ezen a világon. A társadalomtól rengeteg mintát kapunk. De ezek a minták nem mind elfogadhatóak, és nem mindet érzed még az elfogadhatóakból sem sajátodnak. Tehát az az igazi kérdés, hogy nem csak, hogy miért születtünk meg, hanem miért vagyunk itt, mi a dolgunk, és utána hová megyünk. A honnan jöttünk és hová megyünk, az a zennek nem annyira fontos, mint az, hogy ez a pillanat tiszta legyen. Ennek a pillanatnak a tisztasága a tudat tisztaságán múlik, hogyha belenézel a fürdőszoba tükörbe, az ott látott arc tisztasága a látvány szempontjából a tükör tisztaságán múlik.
az tele van ilyen kis szappanhab foltokkal, meg rúzs feliratokkal, meg egyéb ilyen gyönyörűségekkel, amiket a tükörre szoktunk néha kenni, hát akkor nem tiszta a kép. A világod, az életed, az élményed, a tapasztalatod pont olyan tiszta, amennyire a tudatod. Ez egy nagyon komoly egyenlet. És ezért a zen és a meditációknak az egyszerűbb ugye, változatai, azok pont arra helyezik a hangsúlyt, hogy a tudatod legyen tiszta. Látszólag nem nagyon foglalkoznak itt külső dolgokkal, hanem inkább a belsőt, a bensőt szeretnék egy kicsikét letisztázni. Ebben az esetben térhetünk át a keleti hagyomány viszonyítására a nyugatihoz, vagy annak a közvetlen megismerésére. Keleten azt tartották, mivel a taoista, buddhista és konfuciánus hagyományok mindazt közvetítették, hogy a te magatartásodon múlik minden. És főleg a tudatod magatartásán. Ha a tudatod állandóan szét van tagolva, disszemek, és állandóan sok felé megy egyszerre, a tudattalanodban rengeteg befejezetlen folyamat van, és állandóan energiát vesznek el, zavarosak az álmok, fáradtan ébredsz, nem vagy jelen, nem tudsz koncentrálni, nem tudsz tanulni, nem tudod kifejezni magad rendesen. Akkor az látszik, hogy a tudat mélyén valami probléma van. És keleten azt mondták, hogy inkább ezzel foglalkozzunk először, ezt tegyük első helyre, és akkor a tudat minőségét tudjuk emelni úgy, hogy ezáltal az életünk minősége is emelkedik. Ez az, amit nyugaton elfelejtettünk. Nyugaton nagyon könnyen kifelé fordul az ember tekintete, ennek sok oka van. A három nagy monoteista vallás ezt a mintát adja. Hogyha te keresel valami lényegest, fordulj kifelé, fölfelé, keresd máshol, máskor, másnál. És a keleti azt javasolja, hogy ha valamit szeretnél, akkor először nézd meg, hogy honnan jön az a szándék. Ha valamiben hiszel, akkor mi az, ami hisz? És nem azt tartja fontosnak, hogy miben hiszel. Ez a közelmúltig így volt. Tehát a 20. század elejéig ez, amit mondok, mint társadalmi minta, tudati magatartás, ez érintetlen volt. A 20. században elkezdték importálni a nyugatot, ideológiaként, életformaként, aztán termelési módszerként, és most már társadalmi együttélés mintázataiként is. Magyarul Ázsia egyéni esedik. Elképesztő erővel individualizálódik a kontinens, és dobja le magáról a szíjat. Tehát olyan változások vannak, hogy az a hagyomány, amiben még az én mesterem nevelkedett, és átadta nyugatra, az kezd eltűnni. A maga formájában eltűnik, a szellemiségében nem. A sport az a test útján történő komoly mozgás, jelenlét, fókusz. A meditáció pedig a tudat útján történő nagyon világos, precíz fókusz és az ebből való jelenlét. A kettő, ha találkozik, az ideális. Miért ideális? Mert például a versenysportokban kimutatták, hogy a meditáló csapatok, ha tényleg jól csinálják és nem valami egyebet tanítanak nekik, többet nyernek. Tehát a Chicago Bulls volt az első nagy kosárcsapat, amelyik ezt csinálta, és végigverték az amerikai bajnokságot többször is. És vannak már olyan főleg csapatjátékok, ahol Amerikában is, Európában is szinte az edzésterv része az, hogy figyelemösszpontosítás vagy légzésfigyelés. Nem mondják ezt semmilyen nagy meditatív iskolának, mert nem. Tehát elsajátították azt a részét, ami a sporthoz kell, ami a mentális összehangolódást egy csapatjátékban segíti, és ennyi volt, ennél megálltak. Ahogy ezt az előbb mondtam, ezt hívjuk tárgyas meditációnak. Azt hiszem, hogy nagyon sok kihívás elé nézünk, főleg az, hogy a Föld egy globális faluvá kezd el válni, és úgy is össze vagyunk kötve, hogy szeretnénk internet, repülőjárat, gyors vonatok, stb. Gyors posták és egyebek, megrendelsz valamit egy enter billentyű, és 3 nap múlva 8000 kilométerről itt van. Így. Van úgy, hogy 3 nap alatt 80 kilométerről sincs így, itt ez biztos, de most a maximális jót mondom. Viszont vannak olyan összeköttetéseink, amelyek nem kívánatosak. Valaki egy komoly döntéshozói helyzetben hibát követel, és a fél világ így remeg, hogy lesz-e belőle háború vagy sem. Tehát ez a fajta összeköttetés, ez nagyon sok mindent hoz, de visz is.
Na most hogyan szülöd? Mi az, amit ebből elsajátítasz? Mi az, ami ebből az életednek a részévé válik? És itt a meditációnak szerintem nagyon pozitív és nagyon, azt mondom, egészséges szerepe lehet. Úgyhogy ha ebben segíthetek, akkor kérdezzetek. Létezik-e jó és rossz meditáció? Van. A rossz meditáció az, amit nem csinálsz meg. A jó meditáció az, hogy törekszel, közben bármi történik, elkezded, és az adott perc végén 20., 30., 40., 50. befejezed. Az, hogy a meditáció közben mi történik, teljesen mindegy. Nincs olyan, hogy rosszul elvégzett meditáció, csak el nem végzett meditáció. Ha megtanultál valamit, használd. A meditációnak van technikája, a pohár. Van tartalma, a víz. És így a tartalmát kell elsajátítanunk, de azt a forma nélkül, a pohár nélkül nem megy. Többféle meditáció van. Van pohár technikájú, palack technikájú, fazék technikájú, teljesen mindegy, hogy milyen a technika. Meg tudtad-e belőle inni a vizet? Elsajátítottad-e a tiszta tudatot? Említettem, hogy próbálkoztam otthon a meditációval, és a kalandozó elmével mit lehet csinálni, ami állandóan kitér mindenfele? Van a 10 bika történet című képsorozat, és abban pontos használati utasítást fogsz látni arra, hogy a kalandozó tudattal mit kell csinálni. Ez a kalandozó tudat egyébként hordozza a lényeget. Ahogy ennek a pohárnak is, ha lábai nőnének és elkezdene mászkálni itt a padlón, még akkor is benne lenne a víz. Tehát az elkalandozó tudattal semmi baj nincs. Sőt, nagyon fontos. Az is fontos, hogy megszelidítsd, és a kalandozásai egyre többet vezessenek át ezen a pillanaton. És akkor kalandozik, de egy picit itt van, aztán megint kalandozik. De megint egy picit itt van, és megint kalandozik. És egyre szűkebb sugarú körben szépen arra szoktatod, hogy itt legyen. És utána, ez fontos, a hátára ülsz, és azzal együtt kalandozol. Van egy ilyen szutra, ami így szól, hogy tudatodat szilárdan a jelenlétben tartva, menj a 10 irány bármelyikében. Tehát, ha rajta ülsz a lovon, akkor mehetsz vele bárhova, csak le ne dobjon a hátáról. De először meg kell tudni ülni. Az egy helyben van. Nem menet közben tanulsz felszállni a lóra. Az csak a nagyon haladó lovasok, hogy futva, és akkor ló is fut, ő is fut föl. Nem. Megáll a ló, te is, akkor felszállsz a hátára. Tehát erős jelenléttel a tudatod bárhova mehet, rajta maradsz. De ha félsz, leesel. A jelenlét is elmúlik, és az igazi lovaglást első a ló megérzi, hogy félsz, és nincs tanítva arra, hogy az emberi félelmet elviselje, vagy negatív érzelmeket, ledob. Jó. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy helyesnek tartod-e, hogyha egy sportoló minden versenyen első akar lenni? Tehát csak az első helyezett a elfogadott? A kettő nem ugyanaz. Tehát az, hogy minden versenyen első akar lenni, ez egészséges. De ha nem tud semmi mást elfogadni, csak az első helyezést, az előbb-utóbb kényszerekhez vezet, és görcsökhöz. Világos, hogy minden sportoló első akar lenni, most megkérdezed, hogy de figyelj, én azt szeretném neked mondani, mint edző, hogy neked most jó legyen a második hely is. Ránzi, mi bajod van? Miért edzettem én ennyit? Micsoda? Viszont amikor törekszik, akkor nem mindig lesz az első, tehát minden döntőben csak egy első van. A holt verseny nagyon ritka. El kell tudni fogadni a többi helyezést is. Az igazi kérdés, hogy megtettem-e a maximumot belül is, kívül is, technikailag is, tudatilag is. Ott voltam teljesen tudatilag, vagy valami szétrázott, engedtem az érzelmeimet, a gondolataimat közém és a cél közé beférkőzni, és azért lettem 20. Akkor vereséget mértem magamra, semmi okom azt mondani, hogy nem volt fair a verseny, vagy rosszul írták ki, vagy pogácsát tettem az energia rudacska helyett. Tehát ezt így... Úgyhogy nagyon fontos a saját szerepünket látni, az, hogy mit teszünk azért, hogy nyerjünk, és mit teszünk azért, hogy veszítsünk. Nagyon gyakran az ember a saját komplexusait vetíti rá a versenyre, mert nem tud mit csinálni, nem látta át.
És akkor tényleg a bűntudat a vereséget mér rá, vagy a kisebbségi érzése, vagy pedig üzenni akar. A sérülésekkel is szoktunk üzenni. Teljesen megmagyarázhatatlan módon egyszer csak Achilles-szín szakadás van, és ezzel üzent. Miért van az, hogy bemelegítetlenül kezd? Miért türelmetlen? Hova siet? Miért aggódik? Tehát itt nagyon sok mindent ki kell seperni a tudatból ahhoz, hogy tényleg 100%-ig ott legyél, és csak tedd, csak csináld. Tehát ha 100%-ig jelen vagy, akkor tudod csak tenni. Ha nem, akkor a kis saját belső kompjútered egy gyengített programot futtat, és pont a hajrában veszítesz. Tehát nem tudjuk elképzelni, hogy ugye mekkora oxigénadósság a felesleges gondolkodás. Nagyon sok. Nagyon sok. Teljes értékű küzdelem kell, 100%-os erőfeszítés, és akkor el lehet fogadni, hogy igen, lehet, hogy ezen a versenyen valaki jobb volt nálam. De én 100%-ig teljesítettem. Ennyi. És ezt nem szabad kudarcként megélni, hogy... De, szabad kudarcként megélni. És el kell tudni engedni a kudarcot a következő napra. Megy, iszik, eszik, boldog. Boldog, mert végigcsinálta. Boldog, mert maga előtt nem csalódott. Tehát, hogyha magadban csalódsz, hogyha magad versenyében vagy második, harmadik, utolsó, akkor veszítettél. Hát magadban ne csalódj. És akkor külső helyezések azok egyre inkább javulnak. Tehát azt tudod, hogy igazi versenysporttól nem néz ki jobbra meg balra. Csapatjátéknál van a csapatkapitány, akinek az a dolga, hogy például a kajaknál a stroke kinézése, ha kell, eveli a csapásszámot. De te ne nézzél jobbra meg balra, menjél előre, mint a rakéta. És akkor lesz valami. A kinézéssel 2/10 veszítettél. Az egy örökké valóság mostanában. Nagyon sok vendégemmel dolgozunk a túlsúly ledolgozásába, tehát ilyen plusz 10-20 kiló, 30 kiló ledolgozására. Hát a túlsúlynak milyen lelki vonzatai vannak egy emberen? Mit gondolsz, hogyan függ össze, befolyásolja? A pontos képlet és kémia az emberenként változik, ez biztos. De a félelemnek, a biztonságérzet hiánynak, az örömhiánynak, az önbecsülés ugye, hiányának rengeteg változata van. Ezeknek a keverékéből és még sok minden másból ez összeáll. És ami ezt bizonyítja így közvetetten is, az a jó-jó effektus, ezt tudod, hogy valaki ledob 3 hónap alatt 25 kilót, és utána visszahízza 2 hónap alatt legalább az első 20-at. Az utolsó 5-nél már nagyon megálmaszni, húha, itt valami baj van. És azért van, mert a tudat visszarántja a kilókat. Tehát a test leadta, a tudat visszarántotta. Ugyanis a lélek az, hogyha a tudattalanod nem módosul, akkor a lélek ugyanazt a mechanizmust fölveszi, ugyanúgy elkezdi megkötni a kilókat, és a májfunkcióktól kezdve az enzim funkciókig, az emésztésig, a belső égésig, a zsírképzésig, ugye ketózis, ugye? Tehát ez nagyon fontos, hogy a zsírégetés meglegyen. De ha nem égeted le, akkor miért rántod magadhoz? Mi az, ami leállítja? Inzulin például. Tehát hogy reagálsz a cukorra? Hogy reagálsz a zsírra? Vannak olyan emberek, akik ilyen horrorisztikus kajákat esznek, és ilyen gíznyavékonyak elégetik, mint kazán a szenet. Van, aki ilyen kis madárétkű, levegőtől hízik, és plusz 20 kiló, és tényleg alig eszik, de nem is mozog. Tehát eljön hozzád, és akkor mozog. De mozgott, jól érzi magát, és akkor ide nekem az oroszlánt is, sütve, szeletbe, és akkor megeszi. Úgyhogy a test alkat szélsőségei, vagy anomáliái, az a tudat szélsőségeire és anomáliáira vezethetők vissza, megoldatlan lelki problémákra, stb. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy ha nem orvosoljuk a tudattalanban a problémákat, vagy a tudatosban is akár, de az mindig a jéghegy csúcsa, akkor a testalkat nem fog változni. És lehet vele küzdeni rengeteget. Ha a küzdelem sikerre jár, akkor a lélekben is valamilyen átfordulás, változás már történt, ez biztos. És a tudattalan problémáit a meditációval lehet megoldani, vagy? Igen, meditációval is. Van, amikor terápiával, van, amikor meditációval, van, amikor a kettő együtt. De a külső-belső, mint sport és meditáció együtt, az biztos, hogy jó.
hogyha megfelelő hagyományt, sport hagyományt és meditációs hagyományt gyakorolsz, akkor ez működik. A meditációnak két fajtájáról szeretnék beszélni. Az egyik az, amelyik a tudatos személyiségednek az újraállításától, vagy újra konfigurálásától nyeri az értékét. Tehát a meditációs formához tartozik, hogy milyen érzelmeid legyenek, kifejlesztesz például együttérzést, önzetlen segítséget, odafordulást. Ez egy érzelmi tréning. Bizonyos beszéd formát gyakorolsz, vagy mantrákat gyakorolsz, ez a beszédnek az újra tisztítása. És van a gondolati rész, ahol képalkotással és fogalomalkotással egyaránt a gondolkodásmódodat változtatja meg. Tehát ez így a felső három fő csakrában elvégzett munka. Ez nagyon összetett és nagyon komplex. A zen nem ilyen. A zen az összes gyakorlatot úgy, ahogy van, leküldi a tudatküszöb alá. Itt a tantienre fókuszálunk. A tantien az a nem mozduló tudat, a differenciálatlan energia pontja. És az a mantra, az a kérdés, vagy az a jelenlét, az elkezd először a tudattalamban rendet csinálni, úgyhogy nem nagyon veszed észre. Honnan veszed észre, hogy megváltozott valami? Hogy kevesebb hibát követsz el. Hogy megváltoznak a tudatos személyiség mintázatai. Anélkül, hogy a gondolatot gondolattal megváltoztattad volna. Hogy az érzelmet érzelemmel kezdted volna el kiegyensúlyozni, vagy újra programozni. Na most a zen ez a második, ez az intuitívabb vagy tudattalanabb működés. A két fogalom nem ugyanaz, de most társítom a kettőt. A zen az nagyon sokszor nyugaton úgy honosodott meg, mint a véletlen találat. De nem véletlen, hanem nem a gondolkodásra alapozódik. Nem az az alapja, hogy te minek tartod magad, milyen az önképed, milyen a személyiségstruktúrád, hanem arra alapozódik, hogy minden lény képes a felébredésre és a megvilágosodásra, mert van egy olyan tulajdonságunk, amit úgy hívunk, hogy Buddha természet. Ez a felébredés képessége, a látás vagy rálátás képessége. Ezt a Buddha úgy hívta, hogy vidya, ebből jön a videó, vidére, vízió, stb. A zen pont azt a 95%-ot kezdi el először tisztítani, ami a nem tudatos személyiség. Az is te vagy, csak nem láttál rá. Az mozgat a háttérből. És azt hiszem, hogy mindenki lelki alkatának megfelelően választhat hagyományt. Az nagyon fontos, hogy a tanítói vonal, a tanítás áthagyományozása és a tanítványi kör az megfelelően működjön együtt. És ekkor beszélünk érvényes hagyományról, élő tanról. Ugye teljesen mindegy, hogy tudatosabb a technika, ekkor egy kicsit összetettebb, vagy pedig tudattalanabb, ekkor egy kicsit kívülről unalmasabbnak tűnik, hogy 3 évig ugyanazt a mantrát mondod, és mi történik. Rengeteg minden történik, csak nem tudsz róla. Az ott van lent a küszöb alatt. És a mi zen vonalunkban van egy olyan momentum, hogy ugye koan tréning. És a koan tréning az az intuíciót hozza egy kicsit föl. Nem mindegyik zen irányzatban van ez. A koanok paradoxonok, ellentmondások, racionális tudattal nem érthető történetek, és ezek segítenek kibogozni a saját illúzióidat. Segítenek megszabadulni a saját akadályaittól. Ez az, ami már egy kicsikét messzire megy, úgyhogy ezzel most nem foglalkozunk. Köszönöm. Szívesen. Az elején említetted, hogy a zen az elejével, az élet elejével és végével nem foglalkozik, hanem valójában a jelenléttel. És azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan értelmezi a zen a reinkarnációt? Na azt kérdezem te, hogy mit szeretnél? Szeretnél reinkarnálódni, vagy sem? Akkor azt az utat kell járni, amely a következő testesülést is előkészíti. Nagyon jó lelki tulajdonságokat kell kifejleszteni, nagyon-nagyon komoly integritását a test cselekedeteinek, a szó megnyilvánulásainak, beszéd, gondolkodás és érzelem. Ezek menjenek egy irányba. A korábbi inkarnációd tudatminősége és lélektartalma határozta meg, hogy ebben az életben hova születsz, milyen testet veszel föl, mikor születsz meg, milyen család, milyen társadalom, milyen nyelv, milyen kultúra. Ez mind a múltnak az eredménye. Amit most csinálsz, az lesz a következő életnek az alapja.
Az egyik nagy kínai zenmester, Pai Chang zenmester, a templomi szabályokban több költeményt írt, az egyik költeménynek a vége így szól, vigyázz, hová lépsz, a felhők az égbe szállnak, a folyók lefolynak a tengerbe. Tehát amilyen karmát kialakítasz magadban, amilyen azonosságtudatot fölé építesz, amilyen lélekkel most bírsz, az határozza meg az utadat. Akár látod, akár nem. Ha látod, akkor választhatsz, akkor van utad. Ha nem látod, akkor van sorsod, mert azt hiszed, hogy rád mérték. De hogyha azt mondod, hogy nem szeretnék reinkarnálódni, akkor egy sokkal aszketikusabb út jön. Mindenről le kell mondani, mindenről le kell választódni, minimalizálni az életet, és ez így emberi életben azt mondom, hogy szerzetesi vagy szerzetesnői egzisztencia nélkül eléggé megoldhatatlannak tűnik. És nagyon sok szerzetes vagy szerzetesnő nem arra gyúr, hogy ő most ne szülessen újra többet, hanem szabaduljon meg az élet és halál kötöttségeitől, és utána jöjjön vissza, jelenjen meg újra azért, hogy taníthassa azokat, akik még mindig kötöttségben élnek. Úgyhogy, ha létrehozod a reinkarnációt a magad számára, akkor az van. Ha nem hozod létre, akkor nincs. Nagyon fontos azt látni, hogy az univerzum működése az a relatív törvényeken alapul. A te viszonyod dönti el ezekhez a törvényekhez, hogy azok hogy érvényesülnek rajtad. A reinkarnáció nem abszolút értékű, hanem relatív. Feltételekhez kötött. És hogyha megváltoznak a lélek feltételei, akkor a reinkarnáció működése is megváltozik. Ez rajtunk múlik teljesen. Tehát nem olyan, hogy téged valaki kiszaggatott egy mennyei palacsintatésztából, kisütött, megtöltötte az adott léleknek a töltelékkel, és ezt szép lassan elfogyasztjuk 60-70 év alatt. Ezt mind mi csináljuk. Mi hozzuk létre. Csak nem látjuk, hogy csináljuk. Ezért fogalmunk sincs, hogy hogy hozzuk létre. És a meditációban meg lehet látni azt a mechanizmust, hogy a lélek járja az útját, arra is rájössz, hogy miért ezt a testet vetted föl, és hogyan működnek például a gondolataid, érzelmeid, versus az izületeid, csontjaid, inszalagjaid, izmaid. Úgyhogy ha vándorolsz, akkor a reinkarnáció ciklusait éled, ha megállt a vándorlás, akkor nem születsz és nem halsz meg. Mindegyik elérhető. Döntsd el, mit szeretnél, és az lesz. Én a karmáról szeretnék kérdezni. Kedvenc téma. Oh. Van-e lehetőségünk a karmánknak a megváltoztatására? Arra gondolok, hogy nekem volt, aki a fejemhez vágta, hogy biztosan ez a karmát, hogy bizonyos területeken nem boldogulok az életemben, és nekem ebben az életemben meg kell küzdenem valamivel azért, hogy a következő jobb legyen. És nekem az a kérdésem, hogy ez ilyen eleve elrendeltetett, hogy akkor én nekem most egész életemben ezzel kell küzdenem, és hogyha megtanultam, akkor majd következőleg jó lesz, vagy változtatható? Én azért nagyon óvatosan hinnék mások véleményének, és a helyedben felfedezném a karma miben létét, mert amit így az idézett véleményből hallok, az a karma és a sors ekvivalenciája. Tehát megfelelteti az elkerülhetetlent és a megváltoztathatatlant a karmával, és te pontosan ezért kérdezel engem, hogy ez tényleg így van-e. Jó hírem van, nincs így. Azaz nem kell így lennie. A karma szó szerint cselekedetet és a következményét jelenti egyszerre. A szanszkrit kr gyökből származik, mint a karuna, cselekvő együttérzés. Ahhoz, hogy a cselekedetet és a következményét lásd, ahhoz a tudatnak tisztának kell lenni. Egységesnek kell lenni. A jelenlétben kell lenni. És innentől kezdve a karma jelentése legalábbis a keleti felfogás szerint megváltozik. Cselekedet, szó, gondolat és érzelem. Négy nagy személyiségalkotó. Látod ennek a négy csatornának a működését, és azt is, hogy van olyan érzelem, amit megkötsz, mert szereted, és van olyan, amit távol akarsz tartani magadtól. Az egyik egy pozitív azonosulású karma, másik egy negatív azonosulás, mert a másikat elnevezted rossznak.
Amíg ez a jó és a rossz megkülönböztetés fönnáll, addig ilyen típusú érzelmi kötődéseid lesznek. Az embernél ez nagyon jól megjósolható. Tehát boldogságkereső és szenvedéskerülő lények vagyunk. Nagyon komoly túlélési ösztöneink vannak, nem akarjuk elfogadni a halált, nem is akarunk szembenézni vele. Nagyon komoly birtoklás ösztönünk van, és ezért inkább több javat sajátítunk el, mint amitől megválunk. Most ez mind úgynevezett felhalmozott karma, az azonosulásaink által megkötött érzelmek, gondolatok, cselekedetek és beszéd. De a keleti tan, főleg a buddhizmus és a zen, az láttatja a karmát. Tehát nézd meg cselekedet és következménye. Ennek az ismétlődése, ennek a szokássá bővülése, a szokások személyiség elemekké való összeállása, és a személyiség alkotók személyiségé, önképé való összeállása. Innentől kezdve látod, hogy a karma az összetétel, egy csomó mindennek az összetételéből áll fönt. Ez nem egy valami, ez nem egy tömb, egyetlen hatalmas, egy kőtömb, amit vinned kell. Ez sokkal inkább egy hátizsák, és a hátizsákban egy csomó minden van. És amit nem látsz a hátizsákodból, azon nem tudsz változtatni. Amit látsz a hátizsákodban, azt ki tudod rakni, és amit azon kívül látsz, be tudod tenni. Tehát tudsz tanulni, és tudsz felejteni. Tudsz azonosulni, és tudsz ugye leválasztódni. A karma tehát egy dinamikus, változtatható minőség. Nem valami sorsszerű, statikus végzet, amin ugye nem tudsz változtatni, csak vinned kell, és akkor szakadj meg a teher alatt. Nem. Tehát szokások, azonosulások, felhalmozódások, aminek így, hogyha elnevezed, én a neve. Ha látod az én alkotót, ha látod a személyiség alkotót, akkor tudsz rajta változtatni. Ezért van óriási szerepe annak, hogy befelé néz. Például evés problémával küzdőknél, ami nem azonos a súly problémával, egy olyan kérdés elkezdik befelé menni, hogy mi az, ami eszik bennem. Azt mondom, hogy én. De néha úgy is eszem, hogy nem akarom. Mi eszik? A nyelv, az ízlelés? A gyomor, mert jól esik neki, hogy megtelik? Az idegesség, ami eltűnik, amikor jól laktam? Az a kis bágyatejtőzés a gondolatoknak így az aláhagyása? Mi ez? Tehát mi eszik bennem? És ahol van kérdés, ott megnyílik az út, és ott előbb-utóbb lesz válasz. Úgyhogy a karma az egy önmagától nem létező, létrehozott valami. Tökéletlen, mert nincs befejezve, elvehetsz belőle, és hozzátehetsz. És mulandó, mert energiából és információból áll. Ha az energiát kivonod belőle, akkor előbb-utóbb teljesen megszűnik, és az információ tartalom is széthullik. Ha kivonod az információt belőle, akkor az energetikája is egy idő után szétoszlik. A karma az egy nagyon-nagyon jó fogalom ahhoz, hogy rálássunk, hogy hogyan működik ez a világ, és hogyan működünk mi, mint emberek. És a működés törvénye a dharma. Ezt hívjuk tannak, vagy tanításnak, és ez azért fontos, mert itt a törvény meg az igazság nem különül el. Tehát hogy működünk mi, emberek? Hogy működünk együtt? Hogy működünk egyénileg? Hogy működik a világ? És ez a működés azt hiszem, hogy megkerülhetetlen ahhoz, hogy jól lássuk magunkat, és helyesen döntsünk. És a helyes döntés az az irányvétel, a motiváció és célképzet együtt, és ekkor a karma a te szolgálatodba áll. Minden, amit a hátizsákodban viszel, útra való lesz, és nem pedig teher. Honnan ismerem fel, hogy mi a karmám? Az egyik legnagyobb tükör az az emberi kapcsolat. Az az ember vagy emberek, akikkel együtt élsz, elképesztő tükröt tartanak. Ezek a tükrök nem mindig torzítatlanok, de legalább úgy néha nagyon erősen és világosan jeleznek vissza. És ilyenek vagyunk mi is. Tehát, ha nem látod a karmát, akkor előbb-utóbb a következmények rád zuhannak. Ha látod a karmát, akkor van időd elkapni a következményeket és a megfelelő helyre tenni őket. És újra dolgozni velük. A karma az a tett és a következmény. Ezeket nem lehet nem látni.
egy ideig eltakarhatjuk a szemünket, de aztán a következmények, hogy kopogtatnak és tértivevényesen beköszöntenek az ajtódon. Én szeretném megkérdezni, hogy akár edzés, akár versenyszituációban, ha a sportoló eljut egy holdpontig, ahonnan már úgy érzi, hogy nem bír tovább lépni, hogy teljesen készen van. Ezt hogyan lehet esetleg fejben átkattintani, hogy mégse álljon meg, és tudjon tovább harcolni, vagy küzdeni? Ez a teljes ugye, kimerültség, vagy abszolút az erőforrások végére való érés, ez a győzelem kapuja. Így kell összerakni. Megmondom miért. A zenben említettem ezeket az érthetetlennek tűnő történeteket, hogy koanok, paradox, irracionális, néha felháborító, néha érthetetlen. És az emberek megpróbálják intuitíven megoldani, mert gondolatilag nem megy. Érzelem mintákkal sem megy. És a zen gyakorlat során megtanulják a tudatukat rendesen használni, mint a tükröt. De ez nem megy könnyen. Az elején a gondolati mintázatainkkal, tehát a saját karmánk állandó tekergetésével és erőltetésével szeretnénk megoldani azokat a helyzeteket, amelyeket nem lehet ezen az úton. Tehát állandóan kulcsot szeretnénk tenni a mágneszárba. Pedig a mágneskártyán kívül azt a zárat semmi nem fogja kinyitni. Semmilyen kulcs, még a feszítővas sem. Mágneskártya, megfelelő frekvencia, zöld led, kigyullad, bement el. És ekkor, amikor az emberek le kell, hogy szokjanak a saját gondolataikkal való azonosulásról, elérkezik egy olyan pillanat, amikor már annyit próbálták gondolattal, amikor már annyira beleélték magukat, hogy és ez a jó megoldás, meg ez a jó megoldás, meg ez, meg ez, meg ez, és mindegyik nem, 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 nem. És ekkor különböző reakciók vannak, nagyjából a düh és a pánik között minden, a rögtön elmegyek, összecsomagolok, és hagyjanak engem békén ezzel a borzasztósággal, és addig, hogy széthasítom az egészet. Amikor ezek a reakciók sem működnek, akkor rájön, hogy teljesen esélytelen és eszköztelen, és amikor így elengedi az összes addigi karmáját, addigi szokását, addigi mintázatait, már nem hiszi, hogy a gondolataival oldja meg, már nem hiszi, hogy az érzelmeivel oldja meg, akkor jön be a megoldás. A tényleges holdpont, amikor úgy tűnik, hogy tudatilag, testileg már nem bírja, az a győzelem kapuja, először maga fölött győz, mert tovább tud rajta lendülni. Tovább fog lendülni, egy jó edzőnek ez a dolga, hogy tovább lendítse a holdponton, és nem úgy, hogy ugye korváccsal, hanem úgy, hogy a belső erőforrásait mobilizálja a sportolónak. Láttatja, hogy még van tartalék. Ott, ahol nem hitted, ott van a tartalék. És hogyha ezt a mozdulatot, a láthatatlan tartalékot, az eddig nem felhasznált erőforrást mégis megpillantja, akkor az a versenysportban a győzelmet jelenti azok fölött, akik ezt még nem hajtották végre. Ekkor kell meglátni az edzőnek, hogy mi van még a sportolóban benne. Ekkor kell jobban ismerni őt, mint ahogy ő ismeri saját magát. És ekkor tudsz igazán segíteni neki. Még egy kérdés. Ilyen egészségre káros szenvedély, mint a drog, fű, dohányzás. Ennek milyen lelki vonzata van, hogyha nem tud erről esetleg leszoknia? Nézd, itt is nagyon sokféle oka lehet, de általában a szeretet hiány és a figyelem hiány az, ami ilyesmiket előhoz. A szenvedélybetegségek 10 000 féle tűzzel égnek, és nagyon nehéz egyfajta gyökeret meghatározni, de gyakorlatilag a tűz az azért ég, hogy figyeljenek rá, és egy picikét melegedjünk mellette, hogy feledjünk, és ezáltal nagyon komoly minőségromlás következik be a tudatban. Tehát elégetjük magát a tűzteret is. Tehát tüzet raksz egy kályhában, és az beolvad tőle, és vége. Tehát meg kell nézni, hogy mi helyett gyakorolja ezt. Tehát valójában mi kell. Tehát senki sem akar korán meghalni, senki sem akar úgy függő lenni, ahogy ezt látod a filmekben, de mégis oda jutnak, mert valami helyett csinálják azt. És ez nagyon nagy munka, hogy ezeket az önromboló vagy tudat homályosító mechanizmusokat felcseréld arra, amit valóban szeretnél. Hogy mert kinyilvánítani mondjuk a szeretetedet valaki felé, vagy a vonzalmadat, és akkor mertél szembenézni valamivel, valakivel.
Nagyon sokféleképpen lehet ezt, de az öröm, a boldogság és a béke az nem ugyanaz. Tehát ez a három fogalom, ez különböző. És hogyha elkezdjük ezeket fölcserélni, akkor nagyon-nagyon mellé lőhetünk. Tehát a nyugalom, a boldogság, az öröm, a kielégülés, ezek mind mások. És néha fájdalmasan, tragikusan összecseréljük őket, és ezáltal az önzésnek egy vaskemény változatát kezdjük el megvalósítani. És ekkor magába fordulhat a lélek, és minden szenvedélybetegség a lélek tüzes, rövid zárlata. Tehát a helyet, hogy más valakit szeretnék, és tőle kapnám a szeretetet, hirtelen magamnak kezdek el örömet okozni. És ezt a fajta rövid zárlatot merni kell feloldani. Tehát a szeretet hiányból lesz a félelem, az elszigeteltség, egy csomó minden, amit a szakpszichológusok sokkal jobban tudnak, mint én. Az érzékenységnek annyi szerepe van itt, hogy az inger küszöböd az egyre alacsonyabb. És egy tiszta tavaszi kék ég extatikus élmény tud lenni. És hogyha emelkedik az inger küszöb, akkor már egy különösen drága és veszélyes cucc sem jelent majd örömet, mert hozzászoktál és kész. A megelőzés lenne a legnagyobb feladat. Egy olyasféle nevelés, amely ha már az iskolákban hiányos, hézagos, az különböző egyesületekben erre szakosodott emberek mégiscsak saját erőforrásból megvalósítsák. Mert hogyha nem valósítják meg, akkor ez az újabb generáció, ez nagyon nagy veszélyeknek van kitéve. Nekem azt lenne a kérdésem, hogy lehet-e tudatosan akaraterőt építeni? Mondjuk azzal, hogy az ember minden másik nap kimegy a szigetre futni egyet, és akkor ezzel valahogy növeli ezt az akaraterőt. Lehet. De nem csak ezzel. Tehát azzal, hogy elkezded és megcsinálod, azzal igen. Tehát azzal is tudod az akaraterődet acélozni, hogy elkezded és végigviszed. Bármit. Tehát a kezdet és a vég, az alfa és az omega helyes gyakorlása az, ami az akaraterőt erősíti, és nem pusztán a fizikai mozgás. Tehát láthatsz lelkibeteg és gyenge élsportolókat, vannak sajnos. És láthatsz olyan embert, hogy soha az ásáson meg a kerti munkán kívül igazából más nem csinált, de mint a vas olyan az akarata, mert amikor kellett, akkor kiment és végigkapált 8 sort. És akkor az van, hogy elkezdte, végigcsinálta, befejezte. Bármit. És ez az igazi akarat edzés, hogy nem adott föl. A feladás az akarat megtörése, a véghez vitel az az akarat beteljesítése. Tehát nálunk egyéni elvonulások is vannak, de ez már csak a csoportos tréning után, illetve bizonyos mennyiségű csoportos elvonulás után. Ezek a szóló elvonulások lehetnek 3, 7, 21, 49 és 100 naposak. Nagyon kevés szabály van, amire azt mondja a zen tanító, hogy azt a zen tanítvány nem szegheti meg. Amire azt mondja, hogy jobb inkább hordágyon vinni ki, sem hogy az akaratát darabokra törje. De az egyik ilyen szabály, hogy elkezded adott napon, és a megbeszélt időtartamot teljesítve az utolsó napon fejezed be, nem előbb. Egy órával sem előbb. Akkor. Kész. A másik ilyen, hogy akármilyen karmád jelenik meg, az időrendet azt tartod. Ez a sportban az edzésterv. Tehát csináltál egy 3 hónapos edzéstervet, tartod. Kész. A tanulságok birtokában a következő edzésterven változtatsz. És a harmadik az, hogy ha bármiféle hibát követsz, akkor ítéletmentesen, azon nyomban visszaállsz az eredeti időbeosztáshoz, edzéstervezés, tehát restaurálod az akaratod egységét. Mert mindenki bukik, előbb-utóbb mindenki látja, hogy tökéletlen ez a történet, ami itt van. Mi is azok vagyunk, a világ is az, tehát nem lesz itt tökéletes semmi. De a törekvés iránya rettenetesen fontos. És itt az akaratnak elképesztően nagy szerepe van. Ha darabokra törjük a saját akaratunkat, a kisebb rendőrségi érzésünkkel, a kudarcainkkal, a feladott küzdelmekkel, csak magunkra vethetünk. Tehát ez azért jóval több, mint sportteljesítmény, de a sportban nagyon jól nyomon követhető. Végigcsináltad, vagy sem? Az mindegy, hogy lejött a 3 atomos oxigén, és olyan légszomjad volt, hogy a bokor tövében így
Igen, de aztán fölkelsz, körülnézel, és az utolsó 2,5 kilométert is lefutod, és kész. Ez benne van. Az, hogy föladom és összetörve magyarázkodom másnak, és panaszkodom, hogy a világ milyen, nem elég rugalmas a rekordtán, hát nem. Nem. Nem panaszkodunk, toljuk előre, ha elestünk, fölállunk. Még egyszer esünk, még egyszer fölállunk. Küzdősport vereséget szenvedtél, tanulsz belőle, még jobban küzdesz. Ennyi. Nincs más. És ebből van egy olyan akarat, amely, hogyha helyesen párosul más minőségekkel, például önzetlenség, nem magadnak akartad. Együttérzés. Tudsz lágy lenni a vasakaratod mellett. Bölcsesség. Tudsz mondjuk gondolkodni a cselekvőképesség mellett. Akkor ez az akarat nagyon jól tud működni. Ha csak a bizonyítás vágy van benne, akkor egy egótrip az egész. És az előbb-utóbb ugyanolyan elszigetelt állapotot hoz létre, mint hogyha valaki folyamatosan a saját piszkából nem tudna kikerülni, mert annyira gyenge az akarata. Tehát túlerős akarat és mindenféle jó minőség nélküli hiba. Elképesztően gyenge akarat állandóan darabokra törik, nem tud semmit sem végigvinni, amit elkezdett, az is hiba. Ez egy kétszélsőség. Úgyhogy nézzük meg az akarat irányát, lássuk meg, hogy milyen úton járunk, amikor az akaratunkat beteljesítjük, és onnantól kezdve tudunk korrigálni, és tudunk helyesen akarni. És mi akkor, hogyha mondjuk az ember eldöntött valamit, hogy valamit végigcsinál, aztán pedig időközben rájött, hogy lehet, ezt nem kellett volna. Akkor is végigcsinálsz a dolgot. Akkor van egy tanulási tapasztalat, és mivel nyílt végű a dolog, tehát nem mindennek van úgy vége, mint egy szigetkörnek, vagy egy panorámakörnek. Például emberi kapcsolatokban nagyon egy év alatt kiderül, hogy hát mégse olyan a partner, mint gondoltad, és akkor vagy tudtok alkalmazkodni, vagy elköszöntök. Tehát nincs ezzel semmi gond. A nyílt végű elkötelezettségnél, hogy nem tudod, mikor van vége, ott a tanulási folyamat elérkezhet egy olyan válaszúthoz, hogy most vagy tovább megyek az eredeti cél felé, de sokkal nehezebben, vagy az van, hogy hát korrigálni kell, de nem szeretnék, valami egyebet szeretnék csinálni. És az elkötelezettség mértékét azt meg kell állapítani. Mennyire lettem elkötelezett az adott tevékenység, kapcsolat, ember, egyebek iránt. És ezt szépen föl kell tudni bontani. És akkor kivetted azt az energiát belőle, amit beletettél, és a pályagörbét kijavítottad, de magát a menetet a járműben nem törted meg. Tehát nem törik meg a haladás. Ez is fontos. Van ez az egyhegyű figyelem, ez a koncentráció, hogy ez miért érdemes esetleg ezt így kifejleszteni, az így lehet. És ha ezt lehet esetleg úgy is, hogy mondjuk az ember tanul, olvas valamit, és akkor arra koncentrál egyhegyűen, és akkor azzal is lehet esetleg ezt gyakorolni, vagy az csak meditációval lehet. Ez az egyhegyű figyelem, ez a legfőbb kapcsolat közted és a világ közt. Tehát úgy nem tudod a csavart kicsavarni, hogyha a csavar húzónak a feje nem megy bele. És akkor lehet csavarni. Az egyhegyű figyelem az eszköz, nem cél. Célként is kell tudni gyakorolni, ez a tárgyatlan meditáció, de muszáj az egyhegyű figyelmet helyesen felhasználni. Na most a nagymester, Sung Sen Zen mester azt mondta, hogy hegyes, mint a tű hegye, és végtelen tér és végtelen idő egyszerre. Tehát van egy tértudat, és van egy tűtudat. Tehát ez az egyhegyű figyelem, de mégis a teljes teret érzékeled közben. Kosárlabda az egyik nagyon jó példa. Ott a kosárlabda, mint az egyhegyű figyelem tárgya, és a pálya teljes terét érzékelni kell, a saját csapattársakat, az ellenfél csapatát, mindent. És ez akkor működik igazán jól, amikor az egyhegyű és a térszerű, fordítsuk le most erre, kombinálódik. És nem különbözik. Közlekedés. Egyhegyű figyelem a saját kormánykerekedés, ami előtted van, és a térszerű figyelem, hogy az ifa mit csinál melletted, meg a kisdobozos furgon a balsában. Tehát ez is a mindennapokban benne van. Az fontos, hogy az egyhegyű figyelem azt jelenti, hogy a tudat nem aprózódik föl. Tehát van, amikor a tudatod elbírja azt, hogy közben még zenét hallgatsz, mobiltelefonálsz, de azt már nem, hogy a bevásárló listát is végig gondolod. Mert akkor nem látod a pirosat.
meg nem veszed észre, hogy előtted fékeztek. Tehát biztos volt olyan, hogy hirtelen késett a reakcióid, és felordít, hogy... Na, ez elvágta a gondolkodást, visszahozott a jelenbe, az egyhegyű figyelemnek ezt a kis salakos, kemény verzióját 3 másodpercen belül, ugye? Mert szétszállt a tudat, túlságosan széttagolódott, és akkor vissza kell jönni. Ez van. Úgyhogy az egyhegyű figyelem nagyon fontos, és a hozzá kapcsolódó térszerű tiszta tudatosság az is. És így már egy kicsit ki van egyensúlyozva. És ezt lehet gyakorolni, megtanulni? Lehet, persze. Zennel is, mással is. Nálunk unalmasabb, mert a tudatnak tényleg nincs tárgya, tehát leülünk egy meditációs teremben, az egyhegyű figyelem itt van a tantienen, és a térszerű az pedig a térben. És a tudatnak bármilyen tárgya lenne, azt engedd el. Háromféle meditációs módszer van, az egyik a mantra, az nagyon erősen itt tart. Van a kérdés, az előbb beszéltünk, hogy mi ez, ami inkarnálódik, mi az. Mi az, ami bennem lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik, mi az? Lefordítva, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti tudatod? És ez a kérdés az, ami tényleg egyhegyűvé teszi a tudatot. És a harmadik, a legeszköztelenebb az, amikor csak a teret és a hangokat fogod föl, a testtartással és a lélegzettel együtt, itt a tantienben bent. A tértudat és az egytudat így kombinálódik, ez viszont egy jó turmix, tehát ezt érdemes fogyasztani. Az egészséges szülő-gyerek kapcsolaton gondolkoztam, hogy mi az a pont, amíg egészséges, hogy átadjuk magunkat a szüleik gondolatának, tehát azt cselekedjük, amit ők elvárnak tőlünk. Ez most szülői nézőpontból kérdezed, ugye? Nem. Gyerek nézőpontból? Wow. De a szülőnézőpont jobban érdekel, mert lehet, hogy akkor jobban rálátok. A gyermeknek a pályája az eléggé világos egész addig, amíg úgy egyetem vagy ki nem repül. Tehát az eléggé megjósolható, hogy mi kell egy gyereknek, a saját sorsát persze látva és az egyéni dolgokat is figyelembe véve. A szülő szerintem az egyetlen egy nagy paradigmaváltás, az pont a születéskor van, amikor a gyerek megszületik, és a szülő rájön, hogy már nem ő a legfontosabb, még csak nem is a párja, hanem a gyerek, aki ott növekszik. Ez mindent átalakít. És a helyes szülői magatartás az többek közt abból is áll, hogy a lehető legmagasabb szinten segítem a gyermek képességeit kibontakoztatni, megtalálni az útját, önállósítani úgy, hogy közben szeretem, kötődöm hozzá, nem akarom elengedni, de mégis elengedem, segítem az útján, és hogyha hibázik, akkor a megbocsátás mellett a tanítás is ott van. Tehát a mindennapi életben, a társadalomban a legnagyobb éntelenítő az a gyermekvállalás. Nem így szoktuk megélni nagyon sokszor. Azért, hogy nem te vagy a legfontosabb. És valaki más fontosabb lesz, aki elképesztő, azt mondom, előnnyel indul, mert sokkal több időt fog itt tölteni, mint te. Az idő a gyerekeknek dolgozik. Aztán az ő gyerekeiknek. Úgyhogy a legnagyobb önfeladás az a helyes szülői magatartás. Ebben nagyon sok minden benne van. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés bárkitől? Én edzőként egyre gyakrabban látom, tapasztalom egyre fiatalabb korosztálynál az anabolikus szteroidok használatát, sajnos. Régebben csak e-sportolóknak az e-sportolóinál volt ilyen. Csak ezt már teljesen ilyen szabadidősport szinten is már egyre eredő volt a dolog. Kemény. Akár itt a edzőteremben is ezt tapasztalom, de máshol is. Mi az, ami motiválja az embereket azért, hogy hozzányúljanak egy ilyen testépítőszerekhez? Ezt nálam szerintem jobban tudod, ezt a motivációt. Az én meglátásom szerint az elképesztő teljesítménykényszer, hogy ők lehető leggyorsabban és leghatékonyabban ilyen nagyon szép, meg erős, meg gyors, érmes emberek legyenek. Aztán 10 év és néha nem is 10 év és jön az elképesztő következmény. Izület, anyagcsere, mentális, egyebek. Ezt te jobban tudod, ez kőkemény. Én képzavarból indulnak, vagy is tisztában magában? Nem hinném, az önkép itt még nem biztos, hogy zavart, inkább hiányos.
Tehát egy részét, mondjuk a testi részt, azt nagyon kidomborítja, de a következményeket nem hajlandó tudomásul venni. És annyira erős a vágya, hogy a tisztánlátás rovására megy. Pedig nagyon sok példa van. Már rengeteg tonnányi irodalom van arról, hogy az ilyen mesterséges teljesítménynövelők, nevezzük így, azok milyen tudati, lelki, fizikai hatással bírnak hosszabb távon. Tehát amikor egy volt testépítőt tolószékben lát, akkor az egy nagyon nagy tanítás. És tudod, hogy bőven van ilyen. Csak az ok és okozat láttatása, tehát a helyes tanítás és az önérdek mellőzése, hogy érezd, hogy nem azért tanítom, hogy nekem legyen igazam, vagy hogy ő ne azt csinálja, amit szeretne. Hanem ez azért hangzik el, és azért mutatod meg neki a képsorozatot, vagy vetíted le nekik a videót, mert óvni szeretnéd őket a helytelen következményektől. És hogyha valaki nagyon arrogáns, akkor azt kell neki mondani, hogy két választásod van, vagy te leszel a probléma, és te hozzád mennek be a kórházba, vagy te leszel a megoldás, és te fogsz másért máshoz bemenni a kórházba. Dönts el, mit akar. Tehát néha nagyon keményen oda kell tenni a nulla vagy egy. Egészséges leszel, vagy 10 év múlva roncs. Az a mérték, hogy milyen vastag az ego kéreg. Nagyon vastag a kéreg, nagyon nagyot kell ütni, és azért üssed inkább te, mert a valóság még nagyobbat üt. Te még meg tudod állítani a vérzés előtt. És legfeljebb lelki sérülést fogsz okozni neki, úgyhogy ezt közben be fogod gyógyítani. És x hónap múlva visszajön és megköszöni. De a valóság nagyobbat üt, és nem áll meg a fájdalom küszöbben, hanem végig tolja, amikor már spriccel a vér, és nem tud mit csinálni. Úgyhogy aki viszont nem hallgat erre, abból ez lesz. A Buddha idejében is nagyon sok olyan tanítvány volt, akik úgy nem nagyon hallgattak az első rétegre, és akkor a Buddha azt mondta, hogy van olyan tanítvány, aki olyan, mint a jó ló, a gazdag gondolatára is már fordul, van olyan, amelyik a testének az apró mozdulatára, van olyan, aki az ostor enyhe érintésére, van, aki úgy, hogy csak amikor már nagyon-nagyon megütötték. És akkor megkérdezheted, hogy te milyen tanítvány szeretnél lenni? Mire akarsz hallgatni? Rám, a szteroidra, a kórházra, vagy a kezelőorvosra? Dönts el, mert valamelyikre hallgatni fog, az biztos. És ilyenkor el kell dönteni, mennyi hideg értelemmel és mennyi odaforduló együttérzéssel tudod ezt kezelni. Valaki hirtelen átérzi, hogy tényleg szeretetet kap, érdekmentesen, önzetlenül, és akkor azt nem akarja elveszíteni. Van, aki csak akkor, amikor az értelemnek így a kőkemény analitikus kardjával odaállsz, és azt mondod, hogy most vagy, és bemutatod a következményeket. És akkor meg arra hallgat. Megköszönöm mindenkinek a jelenlétet, Attilának a nagyszerű meghívást, köszönöm a bizalmat, és talán szükségtelen mondanom, hogy mindegyik őtöket szeretettel várjuk az eredeti fénytemplomban, vagy a pesti tanítóhelyünkön, hogyha a meditációt ki szeretnétek próbálni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.